Na és érkeznek a cicáink. Ez már a második lat. Ugye a kis bébikék megvoltak. Isto robotjak, Jucso! Ale maličku minus! To bylo katastro plus tempo. Oké? Okay? Ugyanúgy megyünk, mint tegnap. Hát ne, de... Jó. Dobre Uber. Gyenge vadász. Na, azt megyünk. Nem kell fejfej. Nem kell. Szava Zoltán. Jó reggelt. Hol a kávé, tudjátok. Jó reggelt. Te bazd meg, menj már itt mögöttem. A faszt izész itt egyfolytában. Hát nem hiszem el, bazd meg. Jó van, a vicceltem, Roberto. Jó, tudunk mindent. Két kentre a második fokozatos jó vadász. Ennyi. Dehogy nem vadász. Überre, tudod, hogy becsapom őket. Hát nem, hogy meg kitalálják, hogy így vagy úgy. Hagyj menjenek péntek ma. Szia! Kis homok, überkele, figyelme, megzavarnak a mieink. Írásba adom, hogy találkozunk. Nem, bár talán. A mieink még csak ott vannak, a egyenes, most állnak meg trappolni. Hát akkor a szürke az előbb elér. Jó, legalább nem zavarjuk egymást. Jó, nem baj. Azt nem értem, és annyi komolyan, hogy azt magyarázzál nekem, ez hogy? Na, ide, Canadian Princess befordult, a többiek még a túlsó oldalon vannak, most jönnek a második kentrét, szerintem a kanyar közepén vannak a nagyhomokon, és Canadian Princess szín már érkezik. Hogy elnézem, elég jó tempóba. Nagy locking nem bírja fogni, na. De még ahhoz képest. Ja, a többiek most fordultak be az egyenesbe. Tehát nagy homokon. Jó van. Jó van, nem olyan katasztrófa. Jó. Nem volt semmi katasztrófa, hogyha úgy veszed. Hát bementek ott elénk, ott vannak a kanyar közepén valakik, a mieink meg. Már mindannyian benn vannak az egyenesbe, tehát nagy homokon. Hát... Hát találkozás van, mert attól függ, hogy mit jönnek azok. Ugye ők most fordulnak az egyenesbe, tehát pont ilyen találkozószerű, hogy lesz egy jó kis mix. Hát nem tud kivédeni, na ez van. Nézd meg, majdnem odaérnek a miénk, és akkor fog kibukkanni, figyeld. Pont találkoznak. Ez így jobban nem lehetne leírni. Meg. Na jó, csak egy kis dramatikát szerettem volna adni ott a dolgoknak, de jó jönnek a kicsik. Ez az. Porzik a talaj mögöttük. Ez az. Hangokat hallok. Nem rosszakat. Jó. Ez az. Na ez most jó meló, bazd meg. Hagy menjenek az anyjuk kurva istenit. Majd olvastak újságot hónap. Vagy éjjel, vagy nem tudom mikor. Jó. Na ez tetszett. Ez egy meló volt. Ez volt egy jó vadász. Ennyi. Ennél már több csak akkor van, amikor kicsit megmarkolom, de nem bántom. Tehát Canadian, Imbitable, Black Blade, Bytrek, Stendoiter, és Don Serzan, és Dvorniki Dream. Na, azt kell mondanom, hogy szerintem egy igazán megérzett, jó, erős vadászt jöttünk. Tökéletes. Tehát azt kell mondanom, erre a munka. Aki bírja, bírja, aki nem, nem. Újjon a férgese, így mondom, ilyen keményen. Mert tudom, hogy azért nem így van ez. De tetszett. Tetszett a dolog. Mindenki el volt, kézbe jött, nem volt bántva, nem volt megtekerve. Semmi nem volt. Majd jön olyan is, hogy megtekerem a nyakát. Így van. Olyan is jön. Például már elsőnek itt látom ebből a hat lóval, a Stendoiter lesz az első. Mert egy lenyívi kis szvinya jedna. Ne imádom. Ő még bébike. Még mindig bébike. És erre mondja a tulaj, azért nem bébiskedjen már, mert mindjárt itt a derbésbe van nevezve egy-két helyre. És igaza is van. Úgyhogy majd van idő. De látni a formáján, ő még bébi. De hát majd meg kell tekerni a nyakát. Az annyit jelent, ha megtekerem a nyakát, hogy ugye fogom a szárat, és egy kicsit így megcsavarom a kezem. És a ló azt tudja, amikor össze van fogva egy kicsit, akkor rátesz 20 kilót, 30-at, 40-et. Illetve amennyit majd bír. És a Stendoiternél ezt tudjuk, hogy ő egy ilyen kis, szerintem hosszú távú lovacska lesz.
nem egy ilyen menekülő, és robogok, elszaladok, energiám elmegy, ő alszik. Alszik. Szerintem egy trénernek a legjobb az ilyen ló. Ami tudod, hogy tud menni, és alszik. Az főtől, az nem gyötri magát munkába, nem veszi el az energiáját ilyen hülye szar dolgokra, hogy most cepedlizek meg, nem tudom minek. Amikor meg megteker a nyakát, kiugrik a bőriből. És csak számolja, hogy a utolsó előtti helyről, hogy egyenesbe hány lovat ver le. Remélem, mint. Addig számolja, míg nem lát lovat. Akkor ő van elől. Ez jó volt. Vizuálisan látom ezeket a dolgokat különben. Na, ez a munka volt tempóra, azt mondom, hogy professzionál. Ide figyelj, ne oda. Mondom, a tempó. Bilo szuper. Dám, dám, dám. Ez volt egy jó erős vadász. Majd legközelebbibe tudjuk. Mert? Hát akkor ez mit tudod, az Overdose 2, vagy mit? Melyik? Hát ez tudod, mi volt? Ez egy normál vadász, meg az sem. Ne basz már. Hát jó van, egy kicsit mérsékeltem, mert bazd meg, ez mostanában repült minden lóval. Ez? Nem hallottam levegőt, gondi bajok, nem. Amikor trappoltunk... De mi a baj vele, levegő? Nem hallasznál a levegőt, gondiba, ugyanolyan, mint ez, de nem jössz. De amikor ő visszáll, nem jössz. Jó, de most jobban néz ki. Kako dolgo kreneš? To! Azt mondja, a tempóban már lovagolni kell, mert... Aki meg úgy ment, mint a repülőgép, mi? Jó, van, hát vannak ilyenek, figyeljetek oda! Esés nincs, hopp! Mondom, esés nincs! Hát leesni nem kellett volna, megmondom őszintén. Fogjátok meg, hozzátok ide, fölülök rá! A büdös kurva anyját, neki már mindegyikre nekem kell fölülni! Te! És föl is van véve az egész! Ez egy ilyen műesés, hallod? Na menjetek! Szerintem... Ez ilyen szilema esés volt, hogy oda menjek, hogy a fruzsikát felsegítsem. Tudom, hogy mi volt ez. Az Oli gyorsabb volt, basszus. Kettő a tóbin! Hallják? Szólj nekik. Fruzsi! Kettő a tóbin! Na. És leesik úgy, hogy oda mentem, oda esküszöm. Nem mertem oda menni. Hallod, ha oda megyek, ott valami olyan dolog történik, amit úgy hívnak a mai világban, hogy szexuális zaklatás.